így a legutolsó állapota dőlt össze, és azt annak a nyomait látjuk. Az, hogy mikor épültek ezek a részek, ez ugyan ezekben az információs táblákból kiderül, de hát azt is tanultuk még műemlékvédelmi szakmérnökén, hogy kőfalakat datálni, azt nem egy egyszerű dolog. Hát kőfalakat úgy tudnak datálni, hogy az ásatás során különféle lelet mellékleteket találnak. Úgy, ahogy elhangzott, én a Magyar Államvasutak ZRT pályavasúti területi igazgatóságát vezetem Budapesten. Ez azért szeretném kihangsúlyozni, mint pályahálózat működtető, mert a kettes vonal mellett még 10 olyan vasútvonal van Budapesten, amely az elővárosi forgalmunk lebonyolításában, a vasúti személyszállításban érintett. Többi vasútvonalon a kettes vonaltól eltérően jelentős a teherszállítás is. A kettes vonal esetében azonban ez pont a specializáció, hogy hát adja annak a dolognak, hogy itt csak akkor történik teherszállítás, méghozzá a Suzuki-ból, hogyha valamilyen ok miatt almásfűzítő felé nem tudnak a szerelvények közlekedni. Kérdezem még, hogy milyen hozzászólás van. Egyet ígértem, hogy külön határozat formájában, tehát ugye ez nem rendelet része, ezért mondtam neked, Gulyás István írásban benyújtott javaslata. Szerint ugye a képviselőtestület úgy dönt, hogy a képviselő úr által benyújtott javaslatot a településüzemeltetési Kft. Közszolgálati folyamatainak felülvizsgálatára, ellenőrzésére ezt külön határozatban erősítsük meg. Remélem mindenki elkészült. Utána majd ilyen 6 óra környékén lesz a jelmezverseny után a 4 próba, amire majd minden gyermeket várunk. Ha elkészítetted ha elvégezted mind a 4 próbát, akkor és megszerezted mind a 4 pecsétet, akkor majd utána megkaphatod a tombola jegyedet. Amikor vége van a 4 próba, akkor jön a